Nagyi, te azt mondtad, hogy a Biblia minden egyes szava igaz. Igen, ez így van. Miért kérdezed most ezt, Ambruskám? Mert a suliban arról beszélgettünk egy órán, hogy Jézus a vízből bort csinált. És a gyerekek azt mondták, hogy biztos nem igaz, amit ott leírtak. Az csak mese. Hát bizony meseszerű. De csak azért, mert olyan hihetetlen. De ha nem így lenne, akkor nem is lenne Jézus Isten fia, hiszen Isten mindenható. Ő bármit megtehet. Igen, én is ezt mondtam. Erre ők azt mondták, már minden tudomány és ismeret megvan az ember számára. Nincs szükségünk a Bibliára. Ó, hát erről eszembe jut. Egy angol grófnak az esete, aki egy nagy utazó volt, bejárta az egész világot. Ez volt a passziója. Angol és gróf, akkor érdekel. Na jó, akkor elmesélem, mert igen tanulságos. Ez az angol gróf a múlt század elején élt, ez az 1900-as évek eleje. Sokat utazott, sokat látott, és mégse hitte el, hogy amit a Bibliában olvasunk, az igaz. De történt egy alkalommal, hogy a kísérőjével, Billivel a dél-tengeri Fidzsi-szigetekre utazott, ami Ausztrália és Új-Zéland mellett egy kis szigetcsoport. Egy kis benszülött faluba mentek törzsi szokásokat gyűjteni. Amikor megérkeztek, a benszülöttek barátságosan mosolyogva integettek feléjük. A falu kis kunyhókból állt, amit pálmalevélből és bambuszból építettek. Ahogy közelebb értek, az őszhajút törzsfőnök kedvesen a gróf elé sietett, meghajolt és köszöntötte őket, a maga nyelvén. Billy, aki ismerte a törzsi nyelvet, fordított a grófnak. A törzsfőnök azt mondta, hogy keresztény. Néhány évvel ezelőtt egy misszionárius járt erre, és megismertette vele és a falu lakosságával a Biblia örömüzenetét. A Bibliával? Miért mondja nekem ezt ez a törzsfőnök? Azt hiszem, fontosnak tartja, hogy ezt mi tudjuk. Mi dolgunk azzal a poros könyvvel? Elég ostobák, hogy hallgattak arra a misszionáriusra. Most hogyan tanulmányozzuk az ősi szokásaikat a törzsnek? Most a keresztény kultúrával fogunk találkozni, és nem az ő eredeti ősi szokásaikkal. És az az öreg könyv, a Biblia, már régen nem is időszerű. Nem tudom, miért kell mindenhova terjeszteni. Én lefordítottam, de valahogy olyan furcsán néznek ránk, gróf úr. Elég ijesztő, ahogyan a törzsfőnök viselkedik. Nem kéne velük újat húznunk. Az a misszionárius csak azért tudta elhitetni őket, mert olyan egyszerűen élnek, és mindent el lehet velük hitetni. Szerintem ne folytassa, gróf úr, mert nagyon elkomorult a törzsfőnök arca. Valami nem tetszik neki. Én mindenképpen a szokásaikat szeretném megismerni. Például ott az a nagy vörös kő a főtér közepén. Mi célt szolgálhat? Milyen rituálékat gyakoroltak? Milyen ünnepeik vannak? Kérdeznek? A törzsfőnök azt mondta, hogy ez egy áldozati kő. Amikor még bálványoknak áldoztak, akkor használta a törzs. És az áldozatok vérétől olyan piros a kő. Jó nagy az a kondér ott a kő mellett az állványzaton. Egy egész falu számára főzhetnek benne. Mikor használják? Jó nagy tüzet kellett rakni alá, hogy megfőjön az az étel. Gróf úr! A nagyfőnök arca egészen elborult. Valami nem tetszik neki, mintha valamit gondolna, de nem mondaná ki. Azt mondta, megmutatja a vendégkunyhót, ahol elszállásolnak minket. Na jó, hát szedje ki belőle, mire való az a nagyüst, amíg odaérünk. Ez a kondér is a múltból maradt itt. Ma már nem főznek benne semmit, de megérkeztünk a kunyhónkig. Ez a vendégek szálláshelye. Gróf úr, azt mondja a főnök, imára hívja ez a harangszó a falu népét. Minden este és reggel imádkoznak az élő Istenhez, a falu egész népe. A törzsfőnök elbúcsúzik, mert ő is ott akar lenni. Azt mondja, pihenjünk jól az éjszaka,
holnap pedig mesél a törzs szokásairól. Inkább mutatna valami törzsi szokás, mint semmit imádkozni. Gróf úr, még mindig jobb, hogyha imádkoznak, mintha harci zajt csapnának, nem? Na ja, de én nem azért jöttem ilyen messzire, hogy itt imádkozó embereket nézzek. A gróf még valamit dünnyögött az orra alatt, de azt már Billy nem hallotta, mert ahogy lefeküdt, elaludt a friss, illatos pálma levelekből készült ágyon. A gróf sem tett máshogyan, mert hosszú utat tettek meg, hogy ide érjenek. Csend és béke honolt az egész falun. A pálmakonyhók felett békésen ragyogott a telihold. Egyszer csak az éjszaka közepén nagy lármára ébredt a gróf és Billy. Mi ez a félelmetes zaj? Billy, ébredj! Nem hallod? Na, mi van? De én is hallottam. Mi lehet ez? Valami félelmetes zaj van odakint. Kilesek! Billy, valami baj van. Az az áldozati kő mellett egy hatalmas mágia ég. Vörös Jaj, és fényvelízi. A nagy kondér alatt irdatlan tüzet gyújtottam. Hadd nézzem én is. A mágia körül félelmetes harci jelekkel kifestett arcú férfiak. Fűszoknyában, mesztelen felsőtesttel ott táncolnak. Ez valami harci tánc lehet. A lándzsáikat emelgetik. Harci kiáltásokat hallatnak. Ez egyszerűen vérfagyasztó ezt hallgatni. Ez biztos. Úgy látszik, mégsem mondott igazat az Rettenetes. A törzsfőnök. Még mindig használják az üstöt meg az áldozati helyet. Billy, Hozzasztó. Ha jól látom, ott egy varázsló, középen. Igen, azt hiszem én is. Billy, én látod félek. Te is a mitén? Billy, hova lettél? Billy nem volt sehol. A gróf újra kileserkedett az ajtórésen. De Billit nem látta a téren sem. Ekkor a harci ének elhallgatott, és vészjósló csend állt be. A kunyhó ajtajában két megtermett, benszülött férfi jelent meg. Két oldalról belekaroltak a grófba, és félig emelve, félig taszigálva hurcolták kifelé. A gróf üvöltött, ahogy a torkán kifér. Na, hova hurcolnak? Ezt nem tehetik velem! Én angol állampolgár vagyok! Panaszt emelek a követségen! Nem tehetik ezt velem! A gróf hiába tiltakozott. Kiabált, a benszülöttek kihurcolták a térre a nagy vörös kő elé. És akkor meglátta a kő előtt az őszhajú törzsfőnököt, színesre festve, ünnepi fejdíszben, lándzsával a kezében. Most is olyan furcsán nézett. A két benszülött pedig kényszerítette a grófot, hogy térdeljen le, és hajtsa a fejét a kőre. A gróf érezte, hogy ennek felesen tréfa. Ezek a benszülöttek ősi rituális szokásaiknak eleget téve őt akarják feláldozni azon a nagy kövön. Mit csinálnak? De hiszen azt mondták, már nem áldoznak! Istenben hisznek! Mit művelnek velem? Jaj, mindjárt végem! Istenem, segíts! Istenem! Ahogy a gróf Isten nevét kimondta, a benszülöttek elengedték, sőt, felsegítették. A harci lárma elült, a dobok is elhallgattak. A benszülöttek, mintha nevetgéltek volna. Az őszhajú törzsfőnök közelebb lépett a halálra rémült grófhoz, és tört angolsággal megszólalt. Szeretettel köszönteni ünnepi megemlékezés. Kérem, ne neheztelni a meglepetését, de úgy hallottam, bemutatott szeretett volna szokásainkról. De kérem, ez egy kissé erős volt. Majdnem megállt a szívem. Ma lenni ünnepi évforduló 10 éve, hogy mi törzsünk elfogadta Jézus Krisztust királynak. Ha nem jöttek volna hozzánk, misszionárius nem tanított meg minket, hogy ezekből a gonosz, bálványimádó szokásainkból meg kell térni. Ha nem hozták volna el nekünk öreg könyv, ahogy ön nevezte tegnap, akkor feláldoztuk volna kövön, megsütöttük volna azon a tűzhelyen ön. Ezért azt mondom én önnek, ahelyett, hogy megvetően beszélni Biblia, adjon inkább hálát Istennek az örömüzenetért, az a Bibliában, amit odadott emberek számára Isten, mert ez mentette meg maga életét most. Hú, hát minden esetre nagyon köszönöm, hogy visszakaptam az életemet. Ne nekem köszönje! Jézusnak, ha ő nem lenne, maga sem élne már. A gróf lehajtotta a fejét.
Ettől a perctől kezdve ő is máshogy gondolkodott Jézusról, a benne való hitről és magáról a Bibliáról. Megértette, hogy valóságos szabadulás rejlik a Biblia üzenetében, és élet származik belőle. Mert ezt mondja a Bibliáról az ége. Fiam, az én szavaimra figyelmez, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.